Ebben a mostani videóban a D3 és a K2 vitaminnal kapcsolatos fontos és kevésbé fontos, de lényeges információkat fogjuk átnézni, illetve azokat az állapotokat és a megoldásokat, amelyek D és K2 hiányt jeleznek. Szeretettel köszöntök mindenkit! A D3 és a K2 vitamint együtt célszerű szedni, alkalmazni, mert a kálciumra együtt hatnak a szervezetünkben, és a kálciummal nem jó packázni. Első lépésben a D-vitamin a vékony bélben kb. 20-szorosára növeli a kálcium felszívódását, amely ezt követően bekerül a vérkeringésbe. Második lépésben a K2-vitamin a vérben lévő kalciumot a helyére tereli a csontokba és a fogakba. Ebből következik logikusan, hogyha nincs elegendő D-vitamin, nem szívódik fel elegendő kalcium, tehát hiány jelentkezhet a kalciumból, ha viszont a K2-vitaminból van kevés, akkor a kalcium nem csak a csontokba és a fogakba rakódik, tárolódik el, hanem olyan helyekre is, ahová nem kellene. Ezekből a rossz lerakódásokból jön létre az érelmeszesedés, az izületek elmeszesedése, a szemek elmeszesedése, ez ugye a szürkehályog, a vesékben a kalcium felhalmozódása, ez ugye a vesekő és mások. Annak az embernek, akinek mindig volt elegendő K2 a szervezetében, a fogai tökéletesek. Annak, akinek girbe görbe fogai vannak, annak nem jutott elegendő kálcium a fogaihoz a fejlődése során, főként a gyerekkorában, mert nagy valószínűséggel nem volt elegendő k a, mindig K2 a szervezetében. A D-vitamin szintünket a legegyszerűbben a napozással, a napon tartózkodással tudjuk megnövelni de lássuk be, hogy a mérsékelt égövön itt nálunk a téli időszakban ez nem igazán kivitelezhető, tehát a pótlása étrend kiegészítővel egy fontos teendő. K2 vitamint először is a magas állati zsírtartalmú ételekben találjuk meg, mint például a zsíros húsok, a máj ételek, libamáj, tőkehalmáj főként, a tojás sárgája, a vaj és a sajtok. Ha ilyen ételeket hosszú ideje csak nagyon ritkán fogyasztunk, igen nagy valószínűséggel alacsony a K2 szint a szervezetünkben. A K2-nek több fajtája van, az, ami a zsíros ételekben található meg, és ami egyébként a legjobb lenne számunkra, az az MK4-es. Ha kapszulával pótolnánk, ez lenne egyébként a jobbik fajta K2, csak sajnos ezt nagyon drágán tudják előállítani, ezért az MK4-est nem állati zsírból nyerik ki, hanem dohányból, ami hát nem ugyanaz. A másik fajtája a k az az MK7-es, ezt, ezt baktériumok állítják elő, így jellemzően az erjesztett ételekben található meg, mint a sajtok vagy a savanyú káposzta. Étrendkiegészítővel ezt a fajtát célszerű pótolni, mert az étrendkiegészítőkbe ezt a fajtát természetes forrásból teszik bele. Vannak egyébként további fajtái is a K2-nek, tehát van MK1, MK2 és egészen MK15-ig, ha jól tudom. Mivel a D3 és a K2 vitamin zsírban oldódó vitaminok, ha étrendkiegészítővel pótoljuk őket, a felszívódásuk átlag 40%-kal jobb lesz, jobb lehet, ha valamilyen magas zsírtartalmú étellel együtt, vagy az étel elfogyasztása után visszük be, alkalmazzuk őket. Vannak olyan készítmények is, amelyek már eleve tartalmaznak valamilyen zsírfélét, olajat, ezekkel mindenképpen előnyösebb a pótlásuk. A liposzómás D3 és K2 hasznosulása pedig még hatékonyabb lehet. A liposzómák gömb struktúrák, amelyek kívül az emberi sejtfalra hasonlító foszfolipid kettős rétegből állnak, belül pedig a vitamin vizes oldatát tartalmazzák. Tehát körbezárják, védik a vitamint, amíg az eljut a rendeltetési helyére. A liposzomás D- és K2-vitaminból nagyobb eséllyel fog több D-vitamin, K2-vitamin hasznosulni a szervezetünkben tehát, mert a D- és K2-vitamin a liposzómák által védve van, ugye a gyomorsaftól és az epesaftól is. Ha szeretnéd megtapasztalni a különbséget a sima és a liposzomás D vitamin között, keresd a liposzomás D3 és K2 vitamint a Manna a webshopban. A D vitamin dózisát egyébként a hatóságok szerte a nagyvilágban csak arra a mennyiségre korlátozták, tehát annyit határoztak meg belőle, ami a csontok egészségéhez szükséges. De a D-vitamin Ugye nagyon sok minden máshoz is kell. Európában ez 5 mikrogram, ami kb. 200 nemzetközi egységnek megfelelő mennyiség. Sok videómban én 10-20 ezer nemzetközi egységet is szoktam javasolni. Ha esetleg aggódnánk a 20 ezer nemzetközi egységnyi D-vitamin dódissal kapcsolatban, akkor elárulnám, hogy nyáron, ha napozunk egy olyan 40-50 percet, az kb. 20 ezer nemzetközi egységnyi D-vitamint állít elő, a bőrünkön keresztül. Sokkal 40-50 perc napozás? Én úgy gondolom, hogy nem sok. Nézzük most meg, hogy milyen tünetei vannak a D és K2 vitamin hiánynak, és milyen problémákra célszerű kifejezetten szedni őket. Ha messzesedés van bárhol a testünkben, kálcium lerakódás, hátfájás, sport és izületi problémák, érelmeszesedés, meg van keményedve a hátunk, a vállunk, a nyakunk, a vesekő, a fogkő, a fogszúvasodás, a szürkehályok. Tehát minden olyan probléma, ami a kalcium hiányából vagy a nem megfelelő működéséből fakad, az jelzi a D és K2-nek az alacsony szintjét. A K2 vitamin, ahogy az elő, videó elején már ugye említettem, tehát elősegíti a vérben lévő kalcium csontokban és fogakban való eltárolását, tehát a helyére teszi a kalciumot lényegében egyébként kálcium szállítónak is nevezhetjük. Aztán aktivál olyan fehérjéket is, amelyek meg a rossz helyen eltárolódott, lerakódott kálciumot szállítják át a csontokba és a fogakba. Tehát, ha olyan helyen van a testünkben ugye kálcium felhamozódás, ahol ugye nem kellene, ugye az azt jelenti, hogy nem volt elegendő K2 a szervezetünkben, valószínűleg éveken keresztül, hogy ugye elősegítse a kálcium, megfelelő helyen való tárolását. A magas vérnyomás nagy valószínűséggel szintén jelzi az alacsony D3 és K2 vitaminszintet A D vitamin hatással van a renin angiotenzin rendszerre, ami ugye a vérnyomás szabályozza, tehát ha alacsony a szintje, az az erek szűkülését eredményezheti. A K2 pedig ugye az első pontban említett messzesedés a megelőzéséhez kulcsfontosságú. Az elmesszesedett, megkeményedett erek pedig előbb utóbb magas vérnyomáshoz vezetnek. A D3 és a K2 vitamin mellé a magas vérnyomás csökkentéséhez nagyon jó a galagonya, az arginin aminosabb, a hibiszkusz, az olajfalevél és a fokhagyma, meg a fokhagyma kivonat. Az utóbbi négyet beviheted egyben a kardiobalansz vérnyomás csökkentével, amely kizárólag természetes növényi hatóanyagokat tartalmaz, és mellékhatásmentesen viszi le, a magas vérnyomást. A gyakori csonttörések. Csonttörések is ugye jelzik, meg a csontritkulás, és jelzik a két vitamin hiányát. A csontproblémákat csak a D vitaminnal nem lehet, nem igazán lehet megoldani. A csontok erőssége szempontjából a K2 sokkal fontosabb. De természetesen ugye kell a D vitamin is. Ha valakinek gyakran törik el a csontja, a csontjai, gyengék a csontjai, vagy fájnak a csontjai, Mindenképpen gyanakodhat a hiányukra. Csóterősítéshez a D3 és K2 mellé nagyon jó még a bor nyomelem, de a többi nyomelem is, tehát a cink, a mangán, a réz, a hidrolizált kollagén és ha a hormonok is közrejátszanak, a tiszta méhpempő, illetve ott van még a magnézium, tehát a magnézium bevitel is fontos. Ha máj vagy epe problémánk van, csökkenhet a hasznosulások, akár az ételekből, akár ha étrendkiegészítővel visszük be őket. Például, ha kevés az epesabb, vagy el van zsírosodva a máj. Tehát, ha gond van a májjal, vagy az epével, nem hasznosulnak rendesen a zsírban oldódó vitaminok, és ez olyan tünetekkel járhat, mint ugye a látásromlás, a bőrszárasság, a székrekedés és az állandó immungyengeség. Tehát ezen tünetek esetén is gyanakodhatunk a D és a K2 hiányára. Ebben az esetben a D3 és a K2 vitamin mellé célszerű epesav tartalmú készítményt is pótolni, bevinni, például ajánlom a figyelmet a galmet, epesaf kapszulát, illetve regenerálni a májat kolinnal, sok zöldleveles zöldséggel, klorellával, búzafülével, mária tövissel és a szénhidrát a cukorfogyasztás jelentős csökkentésével. A D-vitamin képes csökkenteni a kortizol szintünket, tehát a stressz szintünket is. Ha valaki folyamatosan stresszes, szorong, szinte biztos, hogy kritikusan alacsony a D-vitamin szintje is. Ezért van az, hogy amikor a szorongó, a pánikoló, a stresszelő vagy a befordult ember ugye kimegy egy pár órára a napra, hirtelen jobb kedve lesz, mert a napsütés hatására megnő a D-vitamin szintje. A D3 és a K2 vitamin mellett a stressz szintünket csökkenthetjük, csökkenthetjük a lassú sétákkal a természetben, B1 vitaminnal, továbbá probiotikus ételekkel és probiotikumokkal is. Az agyunkban sok D-vitamin receptor van, kifejezetten azoknál a részeknél, amelyek a cirkadián ritmusunkat szabályozzák, tehát a napi alvás ébrenlét ciklusunkat. Ez is mutatja, hogy jelentős az összefüggés a D-vitamin hiány és a rossz alvás között. Tehát ha alvási problémánk van, nem tudunk elaludni, gyakran felébredünk éjjel, próbáljuk meg este lefekvés előtt bevinni a D és a K2 vitamint. Az alvásunk minőségét a D és a K2 vitaminon túl elősegíthetjük B vitaminokkal, asvagandaki vonattal, káliummal, kálciummal, magnéziummal és a tiszta méhpempővel is. A K2 vitamin a D3-mal megtámogatva növeli a mitokondriumok energiakapacitását. Ezt megtapasztalhatod, ha mondjuk edzés, vagy kardió, vagy komolyabb fizikai erőfeszítés előtt, mondjuk egy fél órával viszed be őket, sokkal kitartóbb leszel, sokkal több erőd lesz, de tehát a hatnak az izomerőre is. Ha alacsony a D3 szintje, nem itt elengedő kálcium az izmokban, amely ugye felelős lenne az összehúzódásért és a, az erő megtartásáért. Tehát a, gyenge izmok, a gyenge izomerő, nem tudunk felemelni, megtartani sokáig, akár könnyebb tárgyakat sem. Ezek a tünetek is jelzik a hiányokat. Az izomerőre jelentős hatással van az E-vitamin is, tehát egy nagyobb dózis valódi E-vitamint, tokotrienolt is érdemes bevinni, ugye ez még tovább fokozhatja az erőt, a kitartást. A krónikus fáradtság alatt is alacsony a D3 és a K2. A hirtelen hangulatváltozások, a motiválatlanság, a kedvetlenség és maga a depresszió is erős D3 és K2 hiányjal jár. Tehát például, amikor egy boldog, örömteli állapotból hirtelen ingerlékeny, befordultál, végül szomorúvá válunk. Vagy ha csak ülünk egész nap és semmi kedvünk, semmihez, nincs, nincs bennünk motiváció. Ez is kemény D-vitamin hiány. Mindezek azért vannak, mert a D-vitamin a hangulatszabályozás legfőbb mikrotápanyaga, így a szintje a szervezetünkben erősen befolyásolja az érzéseinket. A hangulatunkat kiegyensúlyozhatjuk a D és K2 vitaminon túl B vitaminokkal, főként B1-jel és folsavval, a bélflóra állapotának a feljavításával, tehát probiotikumokkal, probiotikus ételekkel, Omega 3 zsírsavakkal, magnéziummal, és mivel a bőtölés a leghatékonyabb bélflóra regeneráló a bőtöléssel. Az újakban és a térnél jelentkező merevség is, a D, illetve K2 hiány egyik jele, ez a probléma a K-vitamin K2-vitamin porcokra és kollagénre való hatásaival függ össze. Ezt a merevséget érezhetjük, akkor is, például, hogyha mondjuk kitárjuk a a karunkat, és megpróbáljuk a melkasunkat is kitágítani, mondjuk egy nagyobb levegővételvel. Itt középen is érezzük ilyenkor ezt a merevséget. A porcokat, az ízületeket megtámogathatjuk a hidrolizált kollagén bevitelével, a bioaktív glükozamin tartalmazó zöld és omega-3 zsírsavakkal is. És végezetül, ha D és K2 vitamin hiányunk van, hajlamosak vagyunk a túllevésre, mert a hiányuk gyengíti a jó lakottság érzetünket is. Nyilván lehet túlevés, amiatt is, mert olyan ételeket fogyasztunk, amelyekben semmi vitamin, ásvány, fehér fehérje, zsírsav, de általában az ilyen ételek csökkentik a D és K2 szintünket is. A túlsúlyos embereknél több okból is alacsony a D-vitamin szint, Egyrészt, mivel a D-vitamina zsírszövetekben tárolódik el, ezért nagyobb zsírmennyiségben oszlik el Ugye a szervezetben lévő D-vitamin. Másrészt pedig a zsírfelesleg általában rezisztenciával, leptin leptinrezisztenciával és krónikus gyulladásokkal is jár. Ezek az állapotok pedig mind csökkentik a D-vitamin hasznosulását, rontják a szabályozását és az anyagcseréjét. Következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amit a D-vitamin hasznosulásáról készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld, és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.